Üdvözlök mindenkit, Schleicher Ádám Gyulának hívnak. A múltkori felvételünk nem volt a leghíresebb, azt el kell mondjam, hát összeszabadatolta minden, de most már átadjunk a tényre és a tárgyra. Az első lépés ugye mondom maga a nyú. Picikét másfajta felépítés volt most mutatni a kedves tisztelt nézőknek, mint amit eddig egyébként megszokhattak. Ez a fajta építkezési mód az, ami elvileg követendő. Példa, ként szolgál. Kiválasz a textúra böngészőből valamilyen textúrát magunknak, megint lehet itt válogatni a kendermagban, ugye, legyen egy ilyen másik típusú, és akkor kezdjük ugye ez a block tool eszközzel, ugye a top nézetben az építkezést. Ja, és akkor mondd, hogy másfél ízét kéne csinálni, akkor ne ezt csináljuk, jól ugyanazt nem adom, mint a múltkor. Akkor legyen olyan, hogy veszünk egy ilyen kis elemi cellát, gyakorlatilag mondhatnám, de ez nem elemi cella. Ugye, ha erről nem esett múlt, ugye szó, különböző ugye mélyetek, ezeknek nagyon nagy jelentőség van akkor, hogyha valaki olyan pályát tervez, ahol például át kell guggolni, át kell csúszni valami alatt, vagy át kell guggolni valami felett, ugye, a mélyetek azok szabványosak, ugye ez itt most jelenleg 704 egység, az meg 64, ugye, látja mindenki, hogy topban van ez, tehát itt ebbe, ugye ebbe az XY ugye felülzeti esetben ugye ez így néz ki, ránézünk ugye oldalról, ugye YZ-ből, akkor ilyen, stb. Tehát lehet látni nagyjából, hogy milyen jellegű ugye alakzat ugye akar ez, végül is nagyjából ez kirajzolódik. Első lépés ugye az, hogy leteszek egy ilyen elemi kis darabot. Persze itt a rácsot egyébként lehet ezekkel a plusz-minuszokkal sűríteni, ugye a plusszal lehet növelni a rácsnak a rács paraméter tulajdonképpen, a két rács közötti távolságot, rács állandót ugye, a negatív pedig lehet sűríteni, tehát ez pont folyton, mint hogy valaki esetleg elgondolná. A ránézés irányítékén már most megtehetjük azért, hogy lehessen látni, azt múltkor elmondtam, hogy itt egy kamerát el kell helyezni ide a térbe, az első pont az, hogy hol van a kamera, a másik pedig az, hogy merre néz. Jelenleg így néz ki, látja mindenki, hogy itt vagyok és oda nézek, tehát itt van egyébként az a bizonyos darab kis tégla, vagy nem tudom én, téglafal. Ugye ennek ugye lehet a különböző kapcsolóvizetét megfigyelgetni. A múltkor nem shiftet, tehát space-t akartam mondani, tehát space és egy gomb lenyomásával lehet egyébként, még pedig a balegér gomb lenyomásával lehet egyébként szvinni ezeket a különböző ilyen nézetablakokat. Na most az építkezés mellett ez úgy fog kinézni, hogy ugye ennek a falnak adjunk már valamilyen magasságot, ugye ezzel meg tudom tenni. Látja mindenki, hogy növelem egyébként ennek a fal magasságát, ugye. Ennek hatására ez most már így néz ki. Egy ilyen tisztességes fal lett belőle. Sőt, ugye nagyjából azt egyébként megtehetném még, hogy ezzel a magasságot, a toppal pedig tudnám esetleg azt csinálni, hogy meg tudnám hosszabbítani. Ugye megint csak kivel jelölve, ugye megfogom ezt a középen lévő, élközéppontban található kis négyzetet, és akkor ennek hatása azt meg tudom húzni valahogy. Nagyjából így néz ki. Na most a következő lépés az körülbelül úgy néz neki, hogy ránézünk innen ebbe egy ilyen kedvező irányból, nagyjából ilyen mondjuk ez, és van olyan egyszerű építkezési módszer, még pedig az, hogy lehet olyat csinálni, hogy nem kell még egy ilyet húznom ide nagyjából hasütésszerűen párhuzamosat, hanem azt is egyébként megtehetjük, hogy egyszerűen van egy olyan építkezési módszer, hogy kijelölöm ezt az elemet így, és ha jól emlékszem, akkor talán lenyomva tartva a shiftet és a balegyomot tudok csinálni erről egy másolatot tulajdonképpen. Tehát ezzel nem helyezem arrébb, hanem erről csinálok egy ugyanakkora másolatot, és látja mindenki, hogy elengedem, akkor tulajdonképpen itt van most már maga ez a bizonyos két elem, de csak két fala van. Tehát lennie kell mindenképpen ennek alapzatnak is, ugye? Azt ugye elkezdtem volna múltkor a padlóval csinálni, de mindegy, gyakorlatilag én most ezt így csináltam meg, hogy azért is legyen úgy, ahogy le van ott írva. Tulajdonképpen a másik pedig az, hogy tehetünk ide különböző elemeket még, ugye? Hasonló kép, ugye itt még kiegészítve ezt a darabot, így néz ki, hogy a magassága már be is áll. Tulajdonképp, és akkor mivel ez is egyébként ugye párhuzamos lesz, ugye hiszen ez egy téglalap, mondjuk egy felülnézetben, ezért a párhuzamos, van két párhuzamos oldalpálya kategória, úgyhogy ebből lehet egyébként szépen ezt kilölve, arrébb tenni, csak a shiftet lenyomom balegyomot, és akkor ezt elhúzom ide a végéig szépen. Nem tudom már, hogy mennyire. Aztán nagyjából egyébként jó is ez így. Látja mindenki, hogy mi van a képen, ez egy szép kis terem, ugye itt kezdünk lent, beleesünk a végtelenbe, ugye el se kezdenénk a pályám, ezt nem is engednék, ekkora úgynevezett ilyen szivárgás van a térképen, akkor ezt már el sem indítja egyébként a pálya, tehát a pályaszerkesztő. Készítsünk akkor egy felülnézeti képet, ez pedig nem lesz ugye más, mint gyakorlatilag körülbelül ez lesz itt a végén, mert lehetne egyébként itt a belső eleme is, most ezt így fogom megtenni. Látja mindenki, ez ötlenékén plafon kategóriában. Most azon gondolkozom, hogy nem is plafon, mert ez teljesen kitöltött sem a teret. Akkor ezt pedig ugye a kitöltést, azt rögtön egyébként el kell szépen lefelé szűkíteni, tehát ez csak legyen akkor ez, nem lesz más, mint maga a padlót. Csináljuk egyébként meg ilyen módon.
lehet, hogy az érintkező pontokat, és akkor megvan egy kötön a padló. Persze mindig egy elnőzni kell, ezt elmondom mindenkinek, hogy rendesen illeszkedik kell, mert különben bármiféle olyan dolgot találunk ki, hogy hogyan és miképpen lehetne teljesítmény növelni régi gépek esetében, el fog folyni minden erőforrásunk, hogyha úgynevezett ilyen kifolyások, ilyen csordulások, meg ilyen csurgás, vagy mit tudom mi a franckodika van, ami azt jelenti, hogy nincsenek jól összeillezgetve, ezekre mindig figyelni kell. És akkor ezt ugye gyakorlatilag párhuzamosan el tudom tolni önmagához képest, az pedig nem lesz ugye más, mint jelölve, ugye a nézet az egyértelműen itt most jelenleg a front, és akkor a front nézeten keresztül tudom ezt egyébként megtenni. Megint csak a shiftet lenyomom, és lenyomom a balegyomot, és akkor szépen feltolom ezt a plafont. És nem tudom, hogy hova van az izé, az izére, hogy melyik a... Hát nagyjából így néz ki. A picikét egyébként másabb az építés, elvileg ezt ajánlják, ezt az építés, nem teljesen ilyen egyébként a szélet, a picikét egyébként beljebb is. De elvileg ezt az építkezési módszert ajánlják, mert elvileg ez elég rugalmas ahhoz, hogy lehessen sok mindent csinálni. Na most ugye olyan megoldások mutatna a kedves nézőknek, hogy megint kezdünk valahol, ahol kezdünk, de most egy speciális, na hát itt nem teljesen jól érintkezik, ezt látja mindenki, ezt mindenképpen kell oldani. Megoldás egyébként egyszerűképpen néz ki, mondjuk, ráhúzom a takarót, mint ahogy múltkorban megállapodtunk. Hát egyébként teljesen végig is ez se gond. Tehát ezért kell ellenőrizni mindig, hogy minden rendben van-e. Nagyjából a termünk megvan, picit máshogy néz ki, mint a múltkor. Most olyan megoldások alkalmazni, amelynek segítségével lehet tulajdonképpen a bizonyos elalakú folyosót csinálni. Ugye, ahogy a Half-Life-ban ezt már megszokhattuk. Nézzük meg egy alkalmasan választott nézet irányból, megpillantom, hogy esetleg innen lehetne valamit csinálni. Akkor ugye ezt a falat, ami itt van, ezt rögtön ki fog mindent tolni. Tehát így rendesen ne pazarok ugye a különböző anyagokat, ugye kitolom egyszer innen, aztán cső. Ugye ezt sok, ugye lehet a topból is egyébként ezt megoldani. Picit elég, lehetne picit nagyobb is nekem mondjuk. Látja mindenki, kitolom egyébként ezt az ajtót, ugye persze nem ajtó ez, csak ugye ez úgy néz ki, mintha az lenne. Egyelőre idáig tartan nagyjából az egész. Tehát így néz neki, kb. Ennyiből áll, és akkor külön fogok, és akkor ezt megint csak ugye elkezdem másolgatni. Tehát megint nagyon ugye ezt a shiftet, bal elgérom, és elkezdem húzni mondjuk ide valahova. Legyen mondjuk egy ekkora terület körülbelül. Így néz ki. Nagyjából, ugye ott van, akkor ezt, hogy ne rúgjon be ugye ebbe a térbe, szép így beletolom egyébként, hogy szebben nézzen ki, és akkor ez pedig, ami itt van a felső, ezt pedig ide tolom, és akkor itt ki fogom húzni ezt az ajtót, akkor itt egy ilyen üreg lesz, amit majd később be fogunk majd foltozni. Szerintem úgy kell fogni csinálni, inkább ezt kell fogni, hogy itt kitolni a szélét. Nem rossz helyben toltam ezt most elmondom, nincsen semmi gond, mert ezt tőkéként korrigálni nagyon szépen. Ha nem nyomom le a shiftet, akkor pedig csak egyszer át tudom helyezni az elemeket oda, hova éppen szeretném. Legyen nagyjából itt. Akkor most megtehetjük megint azt, hogy fogom magam, rajzolok egy ilyen speciális kis elemet. Látja mindenki a magassága, az megjegyzik a falnak a magasságával, oké. És egyszerűen ezt a dolgot ugye kijelölve, tudom végül is megint a shifteit eltolva. Most már ez jó helyen is van, a végére kell ugye tolnunk ugye ezt, hogy ez ne tudjunk kifutni ugye a pályáról. Nagyjából ugye így néz mondjuk ki. Körülbelül mondjuk ennyi lesz. És akkor innentől kezdve, miután ez megvan a plafon, picikétékén ráhúzhatjuk a többire, vizes lepedőt ugye. Ezt egyébként megtehetjük, ez pedig nem lesz más ugye, mint tulajdonképpen így rá fogom húzni. Megmondom, hogy ezt nem szoktam, hogy minden nap szerkeszteni ez a program, úgyhogy kicsit ilyen néha magam módján oldom meg a dolgokat. Tehát nagyjából ugye így nézünk ki, ez egy kicsit érdekes ez a kis megoldás, de ez egy, most egy elalakú is. Mutikén volt már hasonló, de végül is ugye ez egy másik féle megoldás. Plafont kihúztam, nagyjából egyébként jó, sőt, még ugye a hátulat is egyébként elhozhatnám ide, hogy aztán még jobban ugye tudjuk ezt, hát mondjuk úgy finoman szólva, ugye megoldani ezt a problémát. Nézzük meg, ugye alkalmas nézetet kell választanunk, és ezt másolással át fogom hozni, de figyelni a fal fénysebességgel. És tulajdonképpen, hát ugye lehet picit nagyobb, ahogy is hívják a rácsosztás, de mondjuk nagyjából így néz ki. Persze elég csúnyán van, hogy a végén eldolgozom, mondjuk ezzel lehetne azért persze szépen foglalkozgatni ugye ez a dologgal, tehát így nem nagyon törődtem vele, nagyjából egyébként látja mindenki, hogy így nézünk ki, ott még persze még van még itt mit csinálni, így is egyébként lehetne tenni ilyen kis cuccot, ezt pedig úgy fog egyébként megtenni, hogy egyszerűen ugye felülnézetben fogok ide rajzolni majd valamit. Ugye itt hiányzik a dolog. Tehát fogom, és akkor egyszerűen meg fogom ezt a dolgot rajzolni. Ez teljes tér, ami azt jelenti, hogy szépen valamelyik nézőablakon, most mindig melyikbe csinálom, lesülyeztem. És akkor ezt még egy picit lehetne lejjebb is tenni, ha látja mindenki, hogy itt elég, hogy is hívják lenne. Igen, akkor ezt picit lejjebb is ereszhetnénk ezt a kis elemet. Tehát nagyjából, hogy belesülyeztetek gyakorlatilag ebbe a,
ebbe a kis lépcsőbe, de viszont itt még egyébként mindig ugye ki lehetne tölteni a teret valamilyen féleképpen. Tehát akkor itt még melyik irányba kell ezt húzogatnom? Bárjál csak, mert pont nem jövök rá. Esetleg pont itt kéne ezt. Várjál, most melyik az a mizé? Lejöttem már végre. Na ez! És akkor most már eléggé van, hogy esüllyedve az egész. Úgy tűnik. Jó, hát akkor kicsit ki kell akar emelni ezt innen. Mert akkor úgy tűnt a múltkor, hogy a magasat mondta, akkor rosszul tűnt. Azért tudtam, tettem szikét lejjebb. Na nagyjából egyébként így néz ki, és akkor ezt pedig, ami itt van, mint látja mindenki, ezt kell majd fel is valahogy tennünk. Ez pedig megint hasonlóképpen néz ki, ki van jelölve, és akkor itt pedig ugye egyszerűen nagyszerű módon ugye shift-tel és egérgomb nyomásával feltolom a plafonig, cső. Így nézünk ki. Tehát látja mindenki, hogy filmi rendesen, a textus szinte úgy folytatódik tovább, mint ahogy múltkor volt, tehát nagyjából egyébként rendben van a dolog. Körülbelül így nézünk ki, tehát így néz ki az első terület. Ugye emlékszik mindenki, miről van szó, jövök ugye itt errefele, és akkor ugye látom azt, hogy itt van valami folyosó, de loading van. Persze, ha nem lenne loading, akkor látnánk azt, hogy a jelentőségként pontosan így van, valaki nézze meg, aki megszerezze a VMF-eket, és akkor meg tud nézni a pályákat, hogy hogy néz ki. Az ajtó mögött, ami belépve loadingot kapsz, ott gyakorlatilag egy fal található, mint ahogy mondjuk itt is. Tehát akkor az első lépés ugye nem lesz más, mint le kell tennünk, hogy most jön a lényeg, a trigger falat. Első ugye, azt mondom, hogy kiválasztom itt a trigger objektumot. A trigger az egyik itt van. Ez megvan, hogy lássunk mindent. Kellő, hát mondjuk úgy, hogy távolságból szemlélve az eseményeket. Azt fogom tenni, hogy kérem tisztelt, nem tudom, hogy két ilyen, hogy is ügyek. Na mindegy, tehát azt fogom tenni, kérem tisztelettel, hogy egyszerűen ide fogok tenni egy ilyen trigger falat. Ezt szépen egyébként megalkotom. Meghúzom ezt a vonalat. Látja mindenki, hogy ez most itt a plafonon van. Ugye ezt itt is egyébként tudom, látom ezt a dolgot. Ezt egyébként le is helyezhetem egyébként, akár a padlóra is. Ha úgy tetszik, meg is húzhatom egyébként. És látja mindenki szépen a 3D-s axonometrikus ábrázolásból milyen szépen rajzódik ki a trigger fal. De ilyet nem húztam egyébként maximálisan, mert érzékeltem azt, hogy ez csak a játékos miatt van ekkorában téve. Ha tudnánk akkor hát ugrani, mondtam múltkor is, hogy ezt át tudunk rendülni, akkor elmaradna a loading. De hát ezt nem tudunk ekkor ugrani, ezt látja mindenki, úgyhogy ez egy fölösleges plafonig húzni, de persze lehet. Következő lépés, hogy mindenki tudja jól, az nem más, mint maga a landmarkoknak a lehelyezése. Tehát még egyszer, aki nem nézte volna az előző felvitatónak, elmondom, hogy miről van szó. Lesz két különböző pálya. Ezt a két pályát össze fogjuk fűzni egymáshoz. Milyenek az értelme? Jelen pillanatban simán elférne a két pálya ezen a egy térképen, de arra gondolunk, hogy majd lesz egy nagyon-nagyon nagy játékunk, amit majd megcsinálunk, egy óriási, hatalmas térkép, ami már dugig van minden cucca, és szeretnék átmenni következő térképre, hogy tovább menjen, mit az a városrész, tovább menjen az a tengerparti, mit tudom én, ilyen valamilyen terület. És ezért kell az, hogy összefűzünk pár. Ez egy sematikus ábrázolás ennek az egésznek, hogy ha majd esetleg megtelne a teljes térképünk az ilyen rajzolandó felületünk, akkor hogyan kell összefűzni egymással a térképeket. Tehát az a lényeg, hogy van egy ilyen trigger nevű fal, tulajdonképpen, amit azért neveztem így el, mert egy trigger nevű textúra fedi, aminek az a különleges, hogy nem lehet látni. Viszont ennek a triggeres falnak van különleges tulajdonos, nem csak a change level jellegű tulajdonsága van, ami a szintváltás jelenti, hanem egyéb más dolgot is egyébként tud, de most jelenleg csak ezzel foglalkozunk. Tehát ez mindenképpen kell. Ennek sematikusan az értelme és az ábrázolása, hogy így néz ki, illetve hogyha valaki hozzáér ez a falhoz egy játékos a játékban, akkor a loading, mint olyan, az megjelenik a képernyőn, jó esetben, és akkor történik majd valami. Na most az, hogy mi történjen, az rajtunk fog múlni. Tehát nagyon sokfajta variációnk van. Amit tudnunk kell az, hogy a trigger falokkal a landmarkok teremtenek kapcsolatot. Tehát a trigger fal önmagában semmit nem ért. Tehát ha le van egy téve egy trigger fal, teszek melyet, akkor honnan tudja a gép azt, hogy most hova kell teleportálnia engem, ugye idézőjelben teleportás, hova kell loadingolnia. Ezt nem tudja, de a landmarkok segíts, igen. A landmark az egy entity eszköz. Erre van entity tool. És itt pedig lehet egyébként kiválasztani az info, mondjuk ezt nem írtam egyébként be, és azt mondom, hogy ott van a landmark, megvan, leteszek mondjuk ide egyet, egy landmarkot, leteszek mondjuk, mit tudom én, a másik oldalra is egy landmarkot, ez nagyon fontos egyébként, hogy hova tegyük ezt, és akkor most pedig, amit csinálni kell, az körülbelül annyiból áll, hogy egyszerűen fogom magamat, és akkor ezt ki kell emelni valamennyire ugye a földből, hogy azért ne legyen ma annyira olyan rossz helyen. Tehát kérem tisztelettel, így nézünk ki. Ezt így kiemelem. Meg ezt is.
tudom, hol van a izém. Ja, jó izét néztem, igen, mert most erre most pont ez a megfelelő ablak lenne. Tehát akkor így a magasságeként megfelelő, azt látja mindenki, de tobba lehet megnézni azt, hogy végülis hogyan helyezkednek egymáshoz képest. Na most, ha szeretnénk egyébként, hogy ami, mert a múltkori pályán lehetett egyébként látni azt, hogy amikor kezdtem, akkor szinte egy jó pár lépés előrébb kezdtem. Ha szeretném, hogy ott kezdjük, ahol ugye belentünk a loadingba, akkor lehet ezt a rácsot sűríteni. Ugye a múltkor elmondtam, hogy a minusszal. Többet és többet adok egyébként rá, és akkor ennek hatásra picit lehet közebb helyezni. Elmondom mindenkinek azt, a közebb helyezés az nem mindig célszerű. Ha esetleg úgy csinálnám meg, ezt egy múltkor próbáltam, hogy ennek a középpontja, mint látja mindenki, középvonala, ráesik ennek a trigger falnak a közép, egyik a kontúrvonalára, akkor tulajdonképpen ez hibát fog kiadni. Hosszú loadingot és AI disable jellegű hibát. Na most ezért mondom azt mindenkinek, hogy tulajdonképpen, ha mellé teszem még ilyen módon, még az is sok. De nem így, hanem úgy, hogyha ennek az éle párhuzamos ezzel, de úgy, hogy fedésben van, tehát egy fedő egyenes gyakorlatlag, az se jó, már az is sok neki. Egy kis hézamnak mindenképpen itt lennie kell. Na most ezt a rács megfelelő sűrítésével lehet egyébként megoldani. Nagyjából ez most így pont egészen jó, mert most van egy kis héza közötte. Ennyi már épp elég magassága megvan. És akkor felülről megnézzük azt, hogy nagyjából egy vonal helyezkedik el. Ugye ezeket kijelölgetjük szépen, és akkor fogom magam, és azt mondom, hogy ezt fogom mondjuk eltenni. Mindegy, nagyjából egyébként jó ez. És akkor körülbelül így fog. Egyébként középületen nagyjából tenni, az még szerencsébb lenne, de most nagyjából ennyi a lényeg. Jó, azt mondom, hogy mi lesz mondok később, ilyen, hogy utána a középes lehetett tenni, kötik a közép szerintem is, akkor az a biztos egyébként, hogy legyen ebből semmilyen gond, mert egyébként szokatlan néha ilyen probléma abból a szimmetria miatt másolata, stb. Reméljük, hogy most ez nem lesz semmilyen gond. Nagyjából ez így néz ki. Amit tennünk kell még, gyakorlatilag most én azt mondom, hogy szerintem ennyi elég is lesz, ezt mentsük ezt a térképet. A térképnek az elmentése ugye az lehet egyébként save vagy save us jellegű, most az első mentés az mindig ugye tulajdonképpen megadja ezt a mentés másképp dialógus ablakot. Ja. Na most itt pedig akkor, itt már van egy-két megint csak ugyancsak mini pálya, azt mondom, mondjuk legyen, mondjuk, mit tudom én, most akkor direkt másra mondom, 17-es, alulvonás, ugye nem szóval egyébként se ékezetnek lenni ebben, ezt se pedig szóköznek, ez nagyon fontos egyébként, azért van benne az alulvonás pálya. Jó, ilyen, mert nem volt benne. Ezt elmentem, és rögtön el fogom menteni ugyanezt 18-as pályaként is. Ezek ugye VMF-ek, amik nem mások, gyakorlatilag, mint egy speciális szövegfájlok. Tehát valaki ezt meg tudja nyitni egyébként sima jegyzettömbbe, vagy bármilyen egyéb nézegető eszközzel, látja azt, hogy tele van ilyen struktúrákkal, koordinátákkal, stb. Ezt folytja le majd a fordító, ugye a file és a run map nevű mondjuk úgy opció segítségével lesz, hogy lefolytani a térkép, vagy ez a program, ez a Wavehammer Editor, le fogja folytani speciális bináris BSP kiterjesztésű fájlá, amit képes a program Half-Life 2, meg a többi egyéb hozzá kapcsolódó elemek érzékelni, és akkor hozzáadnak minden egyéb olyat, ami csak kell. Na most akkor első lépés. Megnyitjuk ugye a 17-es pályát, ugye mert ezt a nevet adtuk most ennek. És akkor első hely az mindig az, hogy mind a tesztelésnek, mind pedig, hogy ha valaki kinyúl egy pályán, akkor mindig ott kezdődik, ahol le van téve az Info Player Start. Ez is Entity. Ha nincs letéve Info Player Start, akkor az történik, hogy sajnos ebben az esetben a játékos meghatározhatatlan helyen fog kezdeni. Lehet, hogy a falban. Az is lehet. De az is lehet, hogy valahol teljesen más, ezért kell tenni, hogy tudja azt, hogy itt kell lenni. És lehet látni, a múltkoriban volt, jó volt az irány, most már nem jó. Akkor ezt is lehet átgatni. Azt mondtam mindenkinek, hogy itt a toppon érdemes egyébként ezt megtenni. Mégpedig úgy, hogy ugye kattintok egyet ugye erre, tehát balegér gombbal rá, majd kapok a négy sarka ilyen kis köröket, ennek a segítség a piktogram át fog váltani ilyen forgási lehetőségé. Látja mindenki, hogy Gordon Freemannak ugye a feje, az tulajdonképpen egy ilyen kis szakállas valami, az az eleje, és ebből lehet, hogy merre fog nézni, nézzen akkor erre. Mondtam most, hogy zöld az átlában nézésnek az irány, az átlába X-tengely, akkor a piros akarom mondani, a piros ugye mondom az X-tengely, errefele néz, az Y-tengely ugye az a zöld színű, és a kék színű pedig ugye az mindig is szokott lenni, az pedig nem más, mint maga a Z-tengely. Na most megvan ugye ez. Na nézzük meg, hogy mit tudunk tulajdonképpen most már csinálni. Az első lépés az úgy nézne mondjuk ki, hogy Gordon Freeman barátunk kapjon már még itt valamit, ugye, nagyon már tudod, szívrohamon kívül. Amit tudunk, tehetünk neki le ruhákat. Ugye ezek általában azt hiszem, item, igen, de izéken ez sweet. Aha, ez az.
Itt egy ruha. Ugye ez azért kell ruha, ugye, mert ennek hatása, hogyha felveszünk ugye valamilyen fegyvereket, akkor tulajdonképpen rögtön az megjelenik a menüben, ugye lesz majd százalékunk, ugye, hogy hány szakos értelünk van, lehet venni fel pajzsot, többi. Tehát nagyjából így nézünk ki az első lépés, a kapjon egyébként mellette még Gordon Freemanunk valamit. Ugye a múltkor felfedeztem itt a fegyverek kategóriájában, hogy most meg nem mondom egyébként, hogy mi van. Ugye ez azt hiszem ez a revolver, ha jól tudom. Igen, ez pont az, tehát azért van ilyen elnevezések benne, kap egy ilyet akkor. És akkor itt a múltéként láttam, ez a pszichikanon, ez az lenne, hogy gondolok. Igen, ez a tudja mindig kicsoda, ez a nullpont, gravitáció, eltoló, nem tudom micsoda. És akkor ugye van a klasszikus, ebben a játékban ugye a feszítő vasok csodatok, hogy hívnak, mert én ezt mondtam, hogy nem tudom a hangot. És meg nem mondom, hogy melyik az. Kettő közül szerintem valamelyik. Ez pont nem az. Akkor a felső. Az se az. Na, de ha olyan van benne, ami nincsen a játékban, akkor egyből ilyet ad ki ilyen hibát. Tehát ez fontos, hogy tudnunk azt, hogy tulajdonképpen ilyenkor nem fog dolog működni. Tehát végül is egyébként nagyjából ilyen a lényeg. Hát én most meg nem mondom, melyik az öcsém. Annabel! Mi a fasz ez? Na mindegy, most ilyet fogunk kapni, az kész. Nagyjából ennyi a lényeg. Jó, ott van pedig kiválasztó, nem tudom melyik az tényleg, mert mutok kiválasztó, de nem tudom mondom, hogy van leírva az a nevet, nem tudom, hogy hívják. Na mi ez? Ez az, figyel, megtaláltuk. Na, hál' Istennek. Tehát mondom, nagyjából ilyen a szituáció. Itt fogunk kezdeni, na most ez csak egy látványvilág. Most jön a lényeg. Akkor most ugye szépen, nagyon remélem, hogy nem fogom elcseszni, hogyan kell ezt csinálni? Első lépés. Mi, amikor betöltjük ezt a 17-es pályát, akkor itt fogunk kezdeni. Errefele nézünk, felveszünk munkra, ha akarjuk ugye a ruhát, a feszítővasat, a revolvert, a gépfegyvert, mindent, és utána jövünk szépen errefele. Ezt a falat nem lehet látni a játékban, mert ez egy olyan speciális textúra van bevonva, ami átlátszó. De ha neki megyünk a falnak, akkor történni fog valami. De csak akkor, ha adtunk neki erre nézve programot és utasítást. Az első lépés az, hogy hozzáérünk ehhez a bizonyos trigger falhoz. Ekkor az történik, hogy ha beállítom annak, hogy legyen tulajdonsága, akkor tulajdonképpen a tulajdonságaiból megnézi azt, hogy neki melyik landmarkra kell mennie. Először is adok egy landmark nevet. Ez a landmark név tulajdonképpen hivatkozásként fog szolgálni a trigger paraméterei között. Hozzáérek ugye a triggerfalhoz, azt mondja az újság, hogy át kell mennem egy XY nevű, mit tudom én, landmarkra, és azt mondja neki, megnézi először is a fal, hogy tulajdonképpen a program ugye megnézi azt, hogy ezen a mappon, ami a 17-es pálya, ezen található-e ilyen nevű landmark. Tehát leellenőrzi azt, hogy van-e ilyen landmark itt. De egyébként teljesen fölösleges leellenőrizni elvileg, ugye, hiszen én magam úgyse ide fogok jönni, nem erre a pályára fog teleportálódni, hanem a 18. pályára fog majd teleportálódni, ugye áttöltődni, ha úgy tetszik. De mégis megnézi, hiszen ez a program nem tud a 18. pályának a létezéséről, tehát nem tudja megnézni a 18. pályából, hogy van-e az, amit én mondtam, csak azt tudja megnézni, ezen a pályán van, ezért lennie kell valahol. Tehát ha valamelyik a két landmark közül, valamelyiknek a nevének meg kell egyezni, de vigyázzunk, mert nem akármelyiknek lehet elnevezni, bár ez független attól innentől, az egyes perre a másra, hova megyek, független melyiket adott nevet, de amikor vissza szeretnék jönni a kettes egyesre, akkor már nem lehet bármelyik. Ezért egy kétváltozós függvény tulajdonképpen, egy egyet rendszerre úgy tetszik, ami megmutatja azt, hogy melyiket kell elnevezni ahhoz, hogy oda-vissza járkálva jó legyen a dolog. Na most úgy néz ki tehát első lépésnek, hogy gondoljunk bele ebbe. Jövök Gordon Freemannel, jövök errefele, hozzáérek a trigger falhoz. Ekkor azt mondom, menj át a következő pályára, ami a 18-as pálya, és ott tegyél oda engem, ahol van egy landmark, mondjuk XY, mondjuk ezt fogom most neki adni nevet, mert múltkor pont egyébként a mappal. XY nevűre, tegyél. És ekkor az fog történni, hogy ő megnéz, ez napján van-e ilyen? Azt mondom, hogy van, mégpedig itt ilyenkor célszerű azt csinálni, hogy a fal azon oldalán legyen egyébként ez, ahonnan én most jöttem. Tehát ennek adok nevet, ennek a landmarknak, ugye ez itt azon az a térfél, ahonnan Gordon Freeman kezd.
ennek adok egy nevet, azt mondom el, edit, properties, és a neve pedig legyen mondjuk az, hogy XYZ. Jó, ennyit fog egy nagyjából adni. Azt mondom epri, ez elfogad. Ez azt jelenti, hogy most már van egy ilyen nevű. De ahhoz, hogy tudjuk ezt kezelni, ki kell jelölnünk a falat. A falnak is van tulajdonsága, rámehetünk ott is, de van egy másik, egy billentyűzet kombináció, mégpedig a Ctrl és a T. A Ctrl T-vel kiválasztom az osztályból, hogy milyen osztályba tartozom, ugye milyen ez az objektum, ami ki van jelölve. Hát látjuk, hogy nagyon sokféle tulajdonságot lehetnék én hozzáadni a falhoz, ez csak egy. A pályaváltás, a change level. Ennyi. Nevet nem adunk neki, az új mappának a neve, az nem lesz más, hogy 17-esen vagyunk, akkor 18-as. Ez mutatja tulajdonképpen meg azt, hogy amikor hozzáírek ehhez a, ez a térkép, ez a trigger falhoz, akkor melyik pályára tegyen át. Tehát melyik pályán keresse meg azt a landmarkot, aminek a neve XYZ. Elfogadom. Tehát így nézünk idáig ki. Hogy néz ki az egész? Úgy néz ki, hogy jövök, fogom, hozzáérek a falhoz, azt mondom, tegyél át a 18-as pályára. Oké, de azon belül még az XYZ nevű landmarkhoz. Azt mondja erre, oké, megnézem, ezen a pályán, amit megadtam referenciát, az létezik? Ez a landmark név. Igen, létezik. Jó, akkor most átmegy a következő pályára, és ott is megkeresem ezt. De ott már, a következő térképen már nem ennek kell lennie, hanem ennek, mert innen szeretnék oda eljutni. Ezért most ezt bezárom, és megnyitom a 18-at. A 18. pálya az így néz ki, mint látja mindenki, és most már az történik, ugye, hogy a Golden Frame hozzátérjét a falat, és akkor most már itt találja magát. Tehát magyarul az az XYZ, amit mondtam, most már a falnak a másik oldalán lévő landmarknak kell a neve lennie. Azt mondom, hogy ném, ugyanazt nevet adom neki, mert különben probléma lesz. Hát azt mondja, hogy tegyél az XYZ-re. Oké, 18-as betöltve, XYZ-t hol van? Azért kell ugyanazt adni neki, XYZ. Piros az azt jelenti, hogy nem ismeri fel, nem csoda, hiszen ezen a pályán ilyen még nem volt, hát most már van. Epli, elfogadom. Na de mi van akkor, mondom én, hogyha az történne, hogy szeretnék ugye innen a második pályára visszajönni. Akkor megint meg kell mondani a trigger falnak azt, ugye Ctrl és T-vel, kiválasztom a classből ugye a megfelelő, hát mondjuk úgy elemet, ez itt van, és megmondom neki, hogy a térkép, hogy innen a 18-asról a 17. pályára legyen engem szíves átvinni. A landmark neve pedig ugyanúgy ez lenne. Gondoljunk csak bele picikét, hogy fog az egész működni? Úgy fog az egész működni, hogy ha megyek visszafele, hozzáérek ehhez a falhoz, azt mondja nekem, azt mondja a trigger fal, tegyél át, vagy mondom én a trigger fal, tegyél át a 17-es pályára. Azt mondja, oké, de hova? A landmark XYZ-hez. De mi hol tettük az előzőben a landmark XYZ-t? Erhez. Tehát magyarul ezt már nem kell bolygatnom, ez csak azért tök ide, hogy szimmetria meglegyen mind a két térképen, át fog tenni, és tulajdonképpen probléma az nem lesz. Gyakorlatilag ennyiből az egész térkép, amit tudni kell az, hogy mi van akkor, hogy valakit kinyírnak. Tegyük fel azt, hogy rengeteg zombi van ez a pályán, és ellátják a bajomat, öcsém. Mit csináljak? Hát loadinggal visszatépek, visszalépek erre az előző térképre, de hova teszem magam? Hát nem tudom. Ezért kell letenni minden további nélkül ide egy újabb info player startot. Azt mondom, hogy info, azt mondom, hogy player start. Lerakom ide, és akkor megint csak egyébként lehet, van lehetőség arra, hogy ezt itt ugye a topban megforgassuk. Egy kattintás, és akkor ugye most nem elrenny, hanem szépen így ebbe az irányba fogom ugye elforgatni. Nagyjából így nézünk ki. Ez azért érdekes, mert hogyha valaki elkezdi magát a térképet így játszani, ez a térképpel, és esetleg itt meghal, vagy szeretne tesztelni csak ezt a felét a térképnek, akkor nem kell az egyikből a kettesbe átmenni, hogy megnézem a térképet, hanem innen tudom kezdeni. Na most tudjuk jól, hogy ez a második pálya, ami azt jelenti, hogy itt most már a fal megnyílik a látogatók előtt. Tulajdonképpen, és ezért ezt át tudjuk és át is fogjuk szerkeszteni, meg tudjuk alapítani azt, hogy tényleg sikeres volt az átjövetel az egyik térképből a másik térképbe. A dolog egyébként roppant egyszerűen néz ki, picikét elkezdem kiegészíteni ezt a térképet, azt mondom, hogy ezt letörlöm minden. Ez egy ilyen kis folyosó, ami átvezet egyikből a másikba. Tulajdonképpen nem lesz olyan sok minden, olyat is tehetnék esetleg, hogy ezt itt kijelölöm talán, és akkor shift-tel arrébb tolom,
És akkor tulajdonképpen nagyjából, ha minden igaz, akkor egy picit egyébként adtam neki egy kis különleges sértje, így fog egyébként átjönni ezen a kis folyosó, mint látja mindenki. És át van egy másik terembe, tehát van egy kis illesztési problémánk, mint látjátok. Úgyhogy ezt a kis hézagot, ami egységnyi, azt kell itt befoltozni. Jó, egy kis dizájn legyen benne, azt ennyit. Nagyjából ilyen, és akkor ilyen mondjuk itt még egy másik kiegészítés ennek a térképnek, tulajdonképpen úgy, hogy egy ilyen másik terembe vezet, tehát egy ilyen összekötővel kapcsolatban, ez most egyébként mondom, teljesen másfajta megoldás, de gyakorlatilag ugye ez, ha úgy tetszik, akkor lényegtelen. Áthozom mondjuk idáig, és akkor innentől kezdve, ugye így nézünk ki, ebből a folyosóból át meg ebbe a folyosóba, tulajdonképpen, és akkor ide elhelyezünk majd egy-két elemet. Picikét toldozgatni kell ezt a részt, legyen mondjuk ilyen két egységnyi. Nagyjából így néz ki. Befalazom, legyen valamilyen padlója, hogy kiessük ugye a pályáról. Tulajdonképpen legyen mondjuk egy ilyen. És akkor tulajdonképpen ennyi lesz a lényeg. Mint látja mindenki, ez egy ilyen tömör test lesz, de persze ez nem ilyen akar majd lenni, tehát ez majd lesz szépen csökkentve. Tovább is fogom ezt egyébként húzni, ott lesz egy kis hézom, azt kihozni. Ez nem a legszebb, tehát látja mindenki, nem is a szépségre megy ki a dolog. Nem a legszebb ilyen pályaépítés. Padló magasság legyen azonos. Oké. Ugye ebből a nézetből tudok egy picit egyébként ráhúzni. És akkor végül is... picit meghúzom ezt a részt. Jó, nagyjából ennyi. Nem triggerre kell volna kiválasztani, hanem másra. Akkor legyen itt egy picit másabb a textúra. Figyelj ilyet. Akkor rámegy, és akkor ezt kell tudom, hogy kiválasztani ezt a textúrát. Reméljük, hogy nem lesz ez ilyen hibás. Tehát így néz nagyjából ki az egész. Idáig. Egy picit még itt. Megtehetjük azt, hogy ezt a két elemet egymásra húzom, ugye, hogy becsukja ezt a kis kaput, ugye, mert ezt nem akarjuk, ez nem egy ilyen pálya. Ez egy hibát jelez egyébként, itt ez semmiképpen nem fog működni. Akkor azt mondom, ugye, hogy akkor itt pedig kiválasztom ezt az elemet, és ezt meghúzom idáig. Picit túlhúzom, kiválasztom ezt az elemet, és becsukom. Teljes egészében egyébként így jó, picit átfedésed akarattal. És látszódik az, hogy itt még bizony fel még van még valami látvány. Ezt a plafont fogom itt szépen feltolni, vagy padlót fogom plafonra feltolni. Ezt pedig úgy egyértelmű, hogy itt érdemes megtenni, vagy pedig inkább itt. Azt mondom, hogy fogom és akkor egyszerűen feltolom, és akkor gyakorlatilag így fog kinézni. És akkor nagyjából... Jaj, ez meg izé, ó, de jó szar, faszom, ez meg hogy is hívják, olyan textúrapám, hogy ilyen átlátszó. Akkor azt mondom, hogy akkor ezt... Válaszunk egy másikat ennek, hogy normálisabban nézen ki. Ja, ez mind ilyen kivágott egyébként. Van azért mit azért válaszgatni, látja mindenki, de azért csak bizonyos limitált mennyiségű számú az, ami megfelelő. És akkor ugye hogy volt egyébként ez? Úgy volt, hogy rámek erre az eszköz, és akkor innen azt mondom ugye, hogy hogy is volt ez már, mert viszont már innen nem is tudom, Apple, igen. És nem így kellett volna, hanem pontosan úgy kellett volna ezt, hogy ezt kiválasztom ezt a felsőt. Ide átteszem erre, ezt pedig fogom, és akkor rámegyek erre az eszközre. És akkor itt pedig azt mondom, hogy... Hogy a szarva volt ez már? Select. Mit tudom én, várjál már, nyom már akkor egy másik. Mindjárt ilyen fehér fal. Na jó, egy szar az egész, nem igaz. Na, akkor azt mondom, hogy de nekem van egy normális megfelelés, nem szoktam ez nagyon foglalkozni, úgyhogy azért nem tudom. Legyen egy ilyen, azt akkor csak csinál már. És akkor ez meg egy másik fajta. De ugyanaz lett, ha jó, oké. Tehát így nézünk nagyjából ki. A vége az megint egy ilyen érdekes ilyen fal. Ennek a ugyanaz a textúra, mint a másik nap, mondjuk legyen akkor ez az eleme. De ne a triggerjen már. Ó, öreg istenedet kúrjon meg. Legyen akkor ez.
Ezt utána nézem majd, hogy ki ezt megcsinálni, most nem igazán tudom ezt, hogy olyan kell megoldani. Jó, nagyjából így nézünk egyébként ki, és akkor itt pedig elvileg most már ide át tudunk jönni minden további nélkül erre a térképre. A ruha se tudunk egy jobban majd futni is. Na, ez idáig oké, akkor ezt mentsük ugye el, sőt futtassuk is le. Run map, ne fut, ne indítsd el. Jó. Tehát tulajdonképpen így nézünk ki első lépésnek, a 18-as pálya pedig az első, és akkor megnézzük azt, hogy egyáltalán fog-e ez az egész dolog működni. Tehát úgy nézünk, ugye kimondom, hogy ez itt elmentem, ha nem tettem volna esetleg meg run map, és akkor itt pedig futtasd most már el. Ez az első lépés, két külön térképnek az összefűzése. A második pedig el fogunk helyezni zombikat. Na most az előző térképen már volt. Erről szó, hogy volt a problémák, ugye azt mondtam múltkor, hogy az info node eszközzel lehet egyébként megoldani a problémát. Tehát az EI, vagy miatt tudom én, disable problémát ezzel a node eszközzel lehet megoldani. Végül is ugye, és hogyha az nincsen, mint most se lesz, akkor loading után egy fehér szöveg írja ki azt, hogy ennek a AI kiterjesztésű, vagy AI ilyen, nem is tudom, kiterjesztésű fájl, ami egyébként egy szövegfájl, és vannak benne paraméterek, ilyen pakok, patok ezek a pályával kapcsolatban, azok nem épültek fel. Mert ha felépültek, akkor kiírná fent fehér szöveggel azt, hogy minden rendben van. Na, mindjárt betudik. Ez az első intes, hogy az mindig egyébként így tart. Tehát én nézünk kint, látja mindenki, a fehér szöveg az megjelent a képernyőn, és én itt van a ruhánk. Látja mindenki az első alkalommal, Gordon Freeman megcsodálja, hogy hú, de fasza ez a ruha, így néz ki. Látszik, hogy megjelent lent az életenünk, íme itt van tulajdonképpen ugye ez a bizonyos első ilyen fegyverünk, és itt van ugye maga ez a bizonyos, revolver. Aztán tettem egyébként meg le magunknak egy ilyen gépfegyver, ja, ez egy másik fegyverből származó. Ja, és persze a feszítővas, ugye hiányoltunk a múltkor. Na most akkor menjünk ugye át, mint látjuk, mi jövök egyébként innen. A játékos nem tudja megállapítani azt, hogy ott most mi van. Azt látja, hogy valami folyosó van, tudjuk mi, hogy a vége az gyakorlatilag le van zárva. Tehát szépen loadinggal átjövök, és látja mindenki, hogy tulajdonképpen szinte addig mozdultam. Ugye, ugye pont erről beszélt, emlékeztek rá, hogy szinte innen kezdtem, és akkor loading, és akkor így értem. Tehát ennyit léptem, most pedig ugyanannyit gyakorlatilag, mint léptem. Lehet látni, hogy át tudunk jönni a másik térképre, és ezt is tudjuk, hogy ez most már nem más, mint a map 2. Sőt, tudunk egy kifutni is. Így nézzék ki nagyjából ki, ugye ezt csináltok mi a múltkor. Itt persze lehet egyébként szépen ugye vandálkodni, tehát nincs semmilyen gond. Amit csinálunk az nagyjából annyi, hogy szeretnénk visszajönni a kettes perből az egyes per, ugye annak különbség lesz majd, hát nem lehet igazán látni ezt, hogy itt nincs ugye benne ez a rész, ezt nem lehet azon innen rálátni, de ezt mi tudjuk egyébként azt, hogy ez így néz ki. Tehát loading, és akkor ott van, mit látja mindenki. Visszajöttünk. Tulajdonképpen ennyi van. Nem tudunk azonban ránézni, hogy most melyik ez, de hittek el, hogy ez az előző pálya. Oké, a teszt is egy kis sikeresnek mondható, de mi mindig ugye nem vagyunk teljesen egészen ugye jól, mert ugye sajnálatos módon ugye itt még szükségünk van egyéb dologra. Ugye akkor itt, én azt mondom múltkor, hogy volt ilyen probléma, jelöljük ugye ki ezt a falat, és akkor ezt tegyük át, tegyünk ennek egy másik textúrát, hogy tudjuk egyértelműen, bár én tudom, azonosítani, hogy ez valóban az a térkép, ahol jött ugye az első mögött egy ilyen fél fal, a másik mögött nincsen semmi. Tehát nagyjából így nézünk ki, és akkor lehet tudni, mi van. Na most mi van itt probléma? A probléma az nagyjából abból áll, hogy ha én leteszek ide bármilyen ellenséges szándékkal, ez az NPC kategória, bármilyen szándékkal ellenséges, például zombit mondjuk, de lehet egyébként zombi nyomorék torzó, ahogy a derékból lefele hiányzik a többi testrésze, de lehet akár itt bármilyen egyéb más ember, tehát ennyivel az a galamb is, ugye, de itt látjuk, hogy van egy sok minden ebben a listában, vagy egy monk, majd holnap után. Egyébként a monk barátunk az olyan, akinek fegyvere van, és ő tulajdonképpen képes az ellenséggel lőni, tehát gyakorlatilag egy ilyen picit extra módon működik. Tegyünk még ide egy másik egységet is. Itt ugye van még egy ilyen Metropolis, ez ilyen Metropolis, ugye, Metropolis csávó, és egyébként képes halakózni ugye itt az ellenséggel, és akkor tegyünk egyébként ide még egy pár egyéb dolgot, ugye, hogy legyen mivel harcolniunk ugye nekik. Entity toolból egyébként válaszunk még ki, talán még egy-két
nem is tudom kik van, van ilyen Kleiner, az ilyen csicsávok, csak helikoptert is egyébként lehetett enni egyébként, fejremászós, van ez a G-man, nem tudom mi ez a G-man egyébként, megmondom őszintén. Ja, tudom még ez az a társas csávóka, akkor van ez a Fisherman, tudom még az a csávó, igen. Fél, van egy nagyon gyors, ja az nyomorék, zombi, nem jön ki, van egy nagyon gyors zombi, öcsém. Ilyen. Ez ilyen villámgyors. Hát tulajdonképpen a játnak az elején betöltjük, akkor lehet majd látni azt, hogy tulajdonképpen semmiféle problémánk nem lesz az első futtatás alkalmával. Expert. És akkor itt pedig most így fogunk nyomatni, hogy kiadjon nagyon sok mindent, és adjon egy csomó hiba üzenetet is. Hogy lássunk, hogy mi újság van a lóka. Tehát az első intáskor tulajdonképpen megint csak az a no grab, stb. Kírja, mert nincs letéve a node eszköz. De nem csak ez a probléma, hanem az a probléma, ugye, hogyha ez a szöveg megjelenik, akkor a loadingok után, mint tudjuk jól a múltkor, AI, mondjuk úgy disable jellegű problémák ugye adódhatnak, és adódni is fognak, sajnos. Tehát első lépés, a térkép betöltődése után látjuk azt, hogy van egy olyan egység, ami ránk nem lő, egy semleges, de minden ellenség lő. Van Metropolis, aki meg ugye elkezd ugye hadakozni a többiekkel. Látja mindenkit, van némi probléma, amit látjátok egyébként is, mindenki ellenékén harcol, akkor vedd a rohagy nyektomocsos szemét, ádocsém. Gyakorlatilag mindenkivel egyébként. Átmegyünk a loadingon, nem foglalkozunk senkivel, és azt látjuk, hogy hoppá-hoppá, mindig van egy-két ilyen nyümmögés, de ez senkit ne tévesszen meg, mert a probléma az az, hogy megállt az élet. Egyszerűen AI disable kiírás, ami azt jelenti, hogy az ellenség lefagyott szoborként funkcionál. Én bármit tehetek, egyébként ki is nyíltam ilyenkor őket. De ez nem fog semmit se változtatni. Sőt, ha visszamegyek a másik pályára, az elsőre, ugye tudjuk az első pályánk, akkor is lehet egyébként látni azt, hogy sajnos itt bizony senki sem mozdul meg. Ott a torzó ugye megfagyott, csomét hümmögít magának. Egyébként itt látja mindenki, semmi nincsen. Ha elteszek egy másik térképre is egyébként ilyen elemeket, akkor azok sem fognak működni. Persze ezt úgy is megtehetjük, hogy megnyitom a 18. térképet, és akkor ide fogok tenni nagyjából ennek a végére, ugye itt a vége az errefele van, mint tűzét csináltuk, ugye, fogok tenni ide egy-két szörnyet. Mégpedig legyen olyan, aki nagyon gyorsan tud egyébként közlekedni, hogy azért ne kelljen sokáig időt húzunk. A fázolom, hogy azért éppen megfelelő lesz. Itt van egy pár ilyen. És akkor ilyen mondjuk, akkor még ezen kívül valamilyen... Azt mondja, fél van helikopter csapám van itt, nem kemény. Nem tudom még ez. Jó, az még hal, figyeld, nem kemény. Ez nem igazán, de való, de azért elmegy. Idéségkel lehetne még tenni még egyéb mást. Azt mondom ugye, hogy Klein, igen. Maker. Ja, ez valami egészen más, ez valamiféle kiegészítés. Legyen akkor mondjuk ide egy ilyen. Hű, anyám, ezt kap ki, geci. Tudom melyik ez a mászkáló csávóka. Hoppá, kettő is van. Nem jöttem, mert túl kicsi ennek a térképöcsém ennek a csávókának, de ilyen is egyébként van, mint látja mindenki. Az abból kicsi ennek a térkép ez a gond. Hát igen, mondjuk ez igaz. Mások az is ilyen kicsi a másik térkép? Várjál csak. Fú, benne. Kiló nézek, apám, túl nagy. Hát az eddigi kellemetlen, mit te mondjak. Ezt szop ki, öcsém. Nem durva egyébként, mert ezt apám csávút. Tehát azért van, ugyanis egyébként lehetséges, picit egyébként lehetne esetleg ezt módosítani a plafont. Hogy befél alá a jó ember. Persze egy kis munka egyébként, ez nem lesz egy kis munka ezzel, azt látja mindenki. Tehát tulajdonképp, hogy lehetne akár ez itt ugye még foglalkozgatni az a szituációval. Gyakorlatilag ugye itt a cél az volt, hogy nagyjából ugye a barátunk ugye az képes, hogy valamiféle, ez egy egyszerűbb, abba a szempontból egyszerűbb, hogy is hívják a total block, a monoblock, ugye, hogy ez csak egy meghúz, az minden fal egyszerre módosul, ugye lehetne szerintem össze is kötni, azt most így csináltam meg, hogy lehessen az időt húzni, ugye, persze nem ezért. De ezért mondom mindenkinek, hogy nagyon sokféle lény is szörnyet lehet tenni a térképre, és akkor ezek aztán képesek lesznek valamiféle módon ugye itt aztán ugye ütködni és dolgozni. Lényeg az, hogy bármit is csinálunk, bármely pályán is vagyunk, mindegyiken disabled
tehát AI disable lesz, ebből ennek hatása tulajdonképpen nem fog a dolog működni, sajnálatos módon. Tehát tulajdonképpen nagyjából ezt tudom mondani, hogy itt megvasolítom a falat, és akkor picit még elhúzom is idáig. Más, mert ezt nem is jól nézhet, ugye? Ez lesz a jó megoldás, olyan se lesz. Na minden, nagyjából ennyi van, mondom. Amit tudunk csinálni, az kb. Annyi, hogy így néz ki ez a szörny. Ez, mint hát tulajdonképpen ide kellett volna észszerűbben inkább tenni ezt a dögöt, hogy jobb legyen ugye a hatás. Itt is ugye van egy ilyen másik ilyen elvetemült élőlény. Gyakorlatilag ugye ez így néz ki. Oldal nézetben ugye. Ilyen. És akkor ezt pedig még fel tudom húzni, és akkor nagyjából befér, ha minden igaz. Hát eléggé ki van centizom, itt nem mondja, de szerintem ez mi pont. Szerintem még pont fél benne, mert lehetett a fejtetején át lehet látni. Na, tehát amit mondott nagyjából az annyiból áll, hogy végül is az AL disable probléma az egy picikét ugye megkeseríti a játékosoknak az életét, mert nem működik jól, sajnos a dolog. Akkor nézzük meg ugye még egyszer, ezt lefutatom, de nem kell indítani. Tehát benne lesz minden jellegű ellenség. A következő a 18-as, 17-es pálya, az pedig tulajdonképpen lefutatom, mégpedig úgy, hogy legyen benne tulajdonképpen futtatás is. Hasonlóképpen fog probléma kinézni, hiába van egyik térkép, hiába van másik térkép, ugyanúgy AI disable hibát fog kiadni, ami azt jelenti, hogy egyszerűen ezek a mesterséges intelligenciával megáldott, nem mindig látszik egyébként, elvileg ez van, élőlények ugye nem mozognak és le vannak tiltva, mégpedig azért, mert nem rendelkeznek a megváltozott térképnek a paramétereivel, nem tudják, hogy te én hol vagyok, nem tudják, hogy merre mehetnek, gondolom, hogyha nem lenne letiltva, akkor leesne a pályáról, letérne a izéről. Itt látja neki, egy van szó. Jól látja egyébként mindenki azt, hogy itt nem látszik az a szörny. Az a óriási lépegető. Sőt, ennek a térképnőségén a magassága egészen eltér egyébként attól, ugye, mert csak a másikat kezdtük el módosítgatni. Nézzük meg, hogy lesz egyébként valamiféle probléma ezzel kapcsolatban. Mint lehet látni, így nézünk ki. A térkép megnövekedett, tehát magasabb lett. És itt van ez a bizonyos ellenséges szándékkal, hát megáldott szörny, ami tulajdonképpen le van tiltva a többiekkel együtt. Árnyékesség kivett ugye szépen. Ha álljövök ugye innen ebből a részből a másik helyiségbe, akkor itt is megfigyelhető tulajdonképpen ez a hatalmas szörny, hogy ez a nagy lépeget, amit ugye egy párszor ez a játékban megfigyelhettünk. És itt vannak még egyébként ugye a halam is, amelyiké meg se mozdul, és a többiek pedig itt motorásznak magukba valamit. Mindenki le van tiltva. Tehát lehet nagyjából azt jól látni, hogy sajnos a problémát azt nem sikerült megoldanunk, hiszen egyszer nem működik. És akkor most jön ténylegesen a megoldása ennek a térképnek. A tényleges megoldás az úgy fog kinézni, hogy minden egyes pályára, ahol kezdünk, le kell tenni egy úgynevezett Info Node eszközt. Info Node és platty. Ennyi a megoldása a térképnek. Semmilyen mást ez nem tartalmaz. Más problémát. Csak is kizárólag le kellett egyet, és akkor ennek a hatására ezek a mesterséges intelligenciával rendelkező lények most már tudni fogják, hogy mi van. És fel is fog épülni, és nem lesz a fehér szöveg a képernyőn, csak az első futatás alkalmával, és fel is épül egyébként, aminek gyakorlatilag lennie kell. Ha akarunk picikét játszadozhatunk is, és múltként felfedeztem, hogy volt egy nagyon-nagyon fasz a kis eszköz, ez az NPC kategóriájában, valahol láttam egy olyan nagyon különleges ilyen kis labdát, amilyen áramot lő, és azt lehet egyébként dobálni ezzel a gravitációs puskával, és nem tudok, hogy hol van, mondom őszintén. Itt egyébként tényleg rengeteg van, itt az Elix, ez pedig nem más, ugye, mint az a nő, aki itt ugye főszereplő volt, ugye, főszereplő mellett volt mellékszereplő, ugye a legjobb mellékszerep kategóriájában, Antillion. Ja, én is van egyébként, figyeld, ez még másik ilyen szörny. Ez is itt majd fogok kicsit növelni a hangot, ugye mindenki itt a hangul a felelős az ilyen szinten ugye működik, és ugye néz ki. Tegyünk meg ide egyébként poénba az első térképre is egy ilyen szörny, ebből ez egy érdekes keveredése lesz ugye a szituációnak, hiszen ugye itt, mint tudjuk jól,
Már van a második térképen egy lépegető. Na de az elsőn nincsen lépegető, de a másodikon meg nincsen ilyen. És akkor itt a loading után a kettő össze fog érni, és ezért ez most már egy még különlegesebb rész lesz. Idejéként többet is tehetnék ebből a lényből. Itt egy másik. Ez még olyan jó, hogy még át is nyúlik a csíma az előző pályára, szóval ez ilyen szinten ugye működik. Na most mit kell még tennünk? Na most én szeretnék tenni ide egy olyat, amivel lehet egyébként jól hülyéskedni. Ez pedig nem más, azon nem tudom, hogy hívják ezt az eszközt, ez a baj. NPC azt mondja, igen, ez nem. Valami olyan driver. Ez az öcsém. Pont ezt kerestem. Emlékszik mindenki, mi ez a golyó. Ez olyat csinált tulajdonképp, hogy összehoz a patton mindenfel, mindenkit árammal rá, és egyébként lehet egyébként ezt a puskával ezzel így hülyéskedni. Itt aztán van abcsi minden, ami Sam Sainak ingere, ezt el kell mondjam, 17-18-as pályán pedig idéséként tehetnénk még egy jó pár szörnyet le, esetleg ide tehetnénk még mondjuk Entity Toolból, hogy legyen azért mivel hülyéskednünk, legyen mondjuk lőszer. Fegyverből jön akkor még ugye a shotgun, azt szeressük. És akkor legyen még ezen kívül még ugye lőszer hozzá, ezt pedig letesszük tulajdonképpen ebbe az itemes listában, mégpedig ha jól tudom, melyik volt az? Azt hiszem ez a box. Várjál csak. Ez az. Kell egy pár ilyen. Így nézünk ki, ez a másik pályán van. Fogom mentés, rune map és normál, de ne futtasd, mert... És akkor... Elnézést, ide is kell tenni ugye egy node eszköz, mert különben nem fog az egész mondani, azt mondom, itt is info van, hogy kérték én választani a listából, most mindent csinálunk, olyan sok fajta benne, ez egy nagyon, hát mondjuk úgy, hogy ilyen körültekintő és mindenre kiterjedő, ugye térkép. Most már van benne ilyen node eszközünk is, és tulajdonképpen ezt lefuttatva most még egyszer gyakorlatilag. 18-as térképpel megvagyunk, és akkor most jöhet a következő, a 17-es térkép, amit tulajdonképpen megnyitunk, lefuttatunk, ugye rune map, és itt pedig most már futtasd le, és ilyen expert módszerre, és akkor most már mindenre fogunk kapni képet. Na nézzük, öcsém, mi fog történni. Elvileg AI disablednek nem szabadna jelen lennie, ugye? AI disable, ha úgy tetszik. Nem szabad, hogy megjelenjen, de az első futtatáskor mindig a fehér szöveg, ugye az a pat felépítés, az mindig meg kell, hogy jelenjen. Mert az a lényege a dolognak. És tulajdonképpen onnantól kezdve, aztán ez most már működni fog. Itt óriási harcok lesznek, majd van fegyvereim, mi is beszámolunk egyébként a harcba, és akkor majd lehet ki valamit csinálni, azt kell mondjam. Na nézzük meg, öcsém, mi fog történni itt. Első kérdés, látszik az, hogy fent viszont megjelent a fehér szöveg. Tehát lehet, a másik pelmóta izé? Azt hiszem az első pelmóta az a kis gömb. Itt látja mindenkit, hogy van némi írtogatás egyébként, gyorsan fel is eszem, öcsém. Itt mindenki, hogy mindenkivel itt harcolgat. Na most nem tudom, hogy olyan a fegyverem, azon gondolkozom ott. Ja, pisztolyos, köszönöm. Igen, pisztoly is van. Ez nem az enyém mondjuk, a csehókot mászkál. Átjuk is a másik pár gyorsan. Itt is egyébként lesz a fehér szöveg, mint a hiba, de az is egy kis szépen fel lesz, mint építve. Mint látja mindenki, ott van fent, felépítve megvan. Éve itt van egyébként az ellenség, mint lehet nagyjából jöttni, van olyan, hogy mozog egyébként. Csók egyébként itt harcogat, persze nem ellenem. De azért van azért némiféle itt... Itt van fél a shotgun, amit letettem a múltkor. Egy-két lőszerrel. Nem tudom, mit lőverezik egy itt. Ezt szok ki, öcsém. Fél némi harc. Erre. Ezt szok ki, öcsém. Fél csúcsú, felkezdett olyan. Nem fény. Mit látja, hogy mindenki nagyjából így néz ki a szituáció. Sok már esetleg szétlőttik alatt, úgy az így át egyébként ide került. Figyelj, visszafogjuk, hogy menne az izéjét. Arról hagyjál, mert csak kinyílt a szemét, az meg anyját. Hol van az a kis gömb? Gömbcsávú. Gyerünk már faszomat. Hát látjuk fia csó másik felcségeként. Csak nem tudom azt, hogy hol, tudom most látom, hogy az első pályán fog kezdeni a loading után nyomva a gombot, ugye? Csak nem tudom azt, hogy hol van, ahogy is hívják. Hol van ez a kis gömb, amit múltkor tettem egyébként a pályán, nem tudom, hol tűnt. Annak egyébként az akartam egyébként valamit mahinálni.
Hát a roaming egy nagyon sokáig tart, mint látja mindenki, de ezt most úgy fog csinálni, még szépen egy kint ebbe az egészből. És akkor megnézzük azt, hogy mi a 17-es pályán. Itt van a pályán, nem tudom, hogy a csavukában mi történt. Ezzel. Nem értem, hogy ki mi az oka ennek, hogy nem akarsz működni. Rune map. Go. Mert ez, lehet, hogy nem jól választottam egyébként ki, mert ez olyan, hogy ez elvére magától megy. Én múltkor kicsit egy olyan párt csinálom, amikor ez az egész ilyen kis gömbös csávó, akkor ez teljesen magát egyébként így hasítja ott az izét, apám, neki megy mindenkinek, zizeg, áramot szól, stb. Gurul öcsém jobbra-balra, azt is lövi, gyilkolják, mit tudom, kérdéként meg ugye fogni ezzel a vákumos puskával, mi a fenével, azzal kilőni ez az eltolós sztájlal, de nem tudom, hogy mindenki a csávokon, mert ez első 17-es pályán van, nézzek meg, öcsém, és azt indítom most el. Tehát az azért nem értem, mi van. Nem értem, hogy mindenki az egész. Hát nagyon egyébként ennyi van, mint látja mindenki. Oda vissza mászkálás, ne segíti, működik a dolog. Csak mondom, ez az a probléma, mondom, nem tudom, ez a csávok, ez mi van ezzel, hogy ez más izét. NPC. Mi is ez? NPC APC driver. Várjál, csak egy pillanat. Azon gondolkoznom, hogy... Mert nekem van egy ilyen pályám is. És kérem tisztelettel... Itt is vagy, nézek. Látod, ez más, néznek. Rollemin, öcsém. Akkor azért nem jelenik meg, basszam meg. Á, csap meg, ezt még futassuk, mert aztán működni fog. NPC Rollemine. Na, futtassuk le. Így. Akkor azért nem működt. Mert két külön egység, egyiknek adni kell valami beállítást, akkor az nem működik, a másik pedig magától csinálja a dolgot, ugye ez pedig az utóbbi. Tehát tulajdonképpen még egyszer arról van nagyjából szó, hogy itt van lehetőség harcolni az ellenséggel. Tulajdonképpen nem kell tartanunk az AI Disable jellegű hibától, mert a Node eszközök letételével ez most már eltűnik és nem lesz gond. Fel is épül. Most megint egy hibát fog majd kérni, azért megint futtatom a játékot, még fordításra egybe kötött futtatást csinálok. De a következőnek már nincs benne ez a hiba. Ott van, félcsém a sávuka. Kell egy ilyen nekem. Oké. Okay. Ide előcsém. Következő pálya. Hoppa öcsém, csak elment a másodperre egyébként. Hova már bazd meg, hova már? Ki is nyúltam öcsém. Mint látja mindenki, ezért kezdhetnék én az infoplayest ott egyébként, hogy ne ott kezdek az első pályánál, hanem a másodiknál, ugye ezért az infoplayest, ilyenkor van az, hogy ott kezdek egyébként, ahol le van téve az infoplayest tart. Figyelj, némi figyelj, harc, hogy segítségek megfigyeltőek. Elszab ki, öcsém. Hoppa, hoppa, hoppa. Hát látja mindenki, az AI Dizabet az nem igazán működik most, mert majd kinyírnak a csim az ellenség. Ennyi volt. Ennyi van nagyjából, hogy valamilyen hengerek, ezért mondom, hogy ha valaki ezt a fajta megoldást választja, akkor probléma nem lesz, ugye itt, mint látja mindenki, a melléket elmutatja, AI Dizabed, ugye az itt most nem volt aktiválva, hiszen akkor nem nyúltam volna így ki. Ennyi van, ti valamilyen fel, én pedig befejezem, mert itt van rengeteg fél dolog, ez egyébként mind hiba lenne, tehát ezt elmondom mindenkinek, hogy ha az történne, hogy nem tettem volna jó helyre, tehát szimmetrikusan ezeket a landmarkokat, vagy nem lett volna benne ez a bizonyos speciális dolog, akkor ezek a koordináták itt pirossal lennének. Ugye ezért ez akkor vagy kicsúsznak a pályáról, vagy nem lenne ott valaki, vagy nem tudom mi lenne, összesen csúszkálna, ez ebbe a szempontból itt nem lenne ez a gond. Ugye, hogyha ez így van csinálva, de egyébként az a gond, ezért mondom,